De szerinted mit jelent az, hogy zaklatás? Nem tudom. Változatlan kérdés, szerinted mit jelent a zaklatás? Szerinted mi az, ami már zaklatás? Nem tudom. Zaklattál valaha valakit? Milyen értelemben? Zaklattál szexuálisan valaha szexuálisan? Valakit? Igen. Úgy nézek én ki. Nem. Te aki nem csináltál ilyet? Igen. Nem fogdostál nőket? Soha. Görög Zita? Görög Zita, egyébként nem azért jöttem, hogy ilyen részletekbe belemenjünk, mert nem miért ezzel foglalkozunk. De nem, Mucika, azért most ne hülyeskedjél már. Ez egy baromság, persze, hogy az. Tettél bármiféle szexuális ajánlatot Bauka Évának? Kezdjük azzal, mielőtt erre válaszolni, nem. Visszaemlékszel, hogy amikor először fölhívtál, hogy üljek be hozzád, mit mondtál? Nem. Te mocskos disznó. Ja? Együtt voltunk 20 évvel ezelőtt, fiatal voltam és szép. És engem miért nem molesztáltál, te dög? Ezt mondtad a telefonba. Herrik, én ezt nem mondtam. De mondtam. Esküszöm, nem mondtam. De én meg tudom, hogy mondtad. Bauka Évát molesztáltad? Nem. Tettél neki szexuális ajánlatot? Nem. Hadd mondjam már el. Nem volt köztünk függelmi viszony, mert nem volt alkalmazottam. 20-szor kérdezett, mondom, hogy nem. Molnár Anikónak? Molnár Anikónak? Hát ez egy érdekes helyzet volt, úgyhogy... Jó. Senki. Soha. És mondj most még. Sem. Soha. Most zaklattál valakit, vagy nem zaklattál? Most ezzel mi van? Most hogy jön ez ide? Mit áll Isten, jön ki Husi. A Husi az annyi azért jó Husinak, mert egyébként Vivian azt hiszem, mert fekete bőrcucot hoz, bár egy kicsit dundika. Havas Henrik zaklatja a nőket, vagy Havas Henriknek van egy büdös bunkó stílusa, amivel verbálisan zaklatja a nőket? Hát van. Ja, hát igen, a modorom az kifogásolható. Ez az egész a vonakönyv miatt van? Na és szerinted? Szerinted? Hát most hülyeskedsz. Hát normális ember mire tud következtetni? Mi? Mert már ezerszer elmondtam. Mi? Mert? Hát mert érdekelt. Akkor ezt az egészet a Fidesz generálta és a Fidesz indított hadjáratot ellened. És hát nem mondod. Ezt? Hát nem mondod. Te ezt mondod? Hát nem mondod. Hát van ember, aki másra gondol ebben az országban. Köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon jó volt. És nem molesztáltam senkit.